Igen, kiszámíthatatlan az Exatlon. Tegnap Réka volt a kihívók hőse a 10-4-es győzelembe, hiszen 4 meccsből 4-et hozott. Most kétszer futott, és mind a kétszer vereséget szenvedett, sőt egyszer attól a francitól, akivel most kell összecsapnia ismét. Felkészülni! 3, 2, 1! 9-2-nél 7 meccslabdája van a bajnokoknak, és a sérüléséből visszatérő franci az, akin ott a felelősség, hogy akár az elsőt is behúzza. Réka most jön föl a másodikra, a franci pedig csobban a medencébe, és jön ki a végén. Karika a kezébe, őrült erővel fut franci, a kényszer pihenő után látszik, hogy nagyon futott volna már, nagyon mozgott volna már, nagyon csatázott, harcolt volna már a csapatért, és ezt most bizonyítja is a pályán. Réka jön mögötte, benn a medencébe, franci pedig már ott van a karikáknál, és lép át a karikákon, miközben Réka most jön ki a medencéből. Réka most kezdi meg az egyensúlyozást, franci pedig már a vége felé tart. Gyönyörűen megy franci, és hozza az akadálypályát. Réka rugdossa a karikákat, jön, ahogy erejéből kitelik franci, azonban már takarítja az asztalt. Rögtön kettő lenni is van már 4 francinak, és már csak 4 palackot kell letakarítania. Francinak már csak 2-t, és még van 2 golyója. Réka, ő is kezdi a takarítást. Francinak még 1 palack, és a labda üti el. Réka. Visszapattan az asztalról, megy ő is összeszedni eddig. Nem igazán eredményes, hisz neki még 6 palackja van fönn. Na vajon francinak a 2-vel sikerül-e elbíbelődnie most a széléről pattan vissza? És már csak 1 van francinak, Rékának 4. Francinak még 2 golyója, Rékának 3 palack. Francinak visszapattan. És ebben a pillanatban nyernek a bajnokok 10-2. Köszönjük, hogy követtek minket, ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.